Na mi a helyzet? Hát a helyzet az, hogy ma sült sajtcsipszet paradicsomkrémmel készítek nektek. Bármilyen sajtból készíthető, de én ma edami, tilsiti és mazdamer sajt alapra ízesebb sajtokat, kék sajtot és más érettebb sajtokat fogok rászórni. Mielőtt ezt megtennénk, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot és oszd meg minél több emberrel. Ne felejtsd el megnyomni a csengőt, és odalent a komment szekcióba minden részletet megtalálsz, ha támogatnád a helyzetet. Az előre felszeletett sajtokat egyenletesen elosztom a tepsiben. Az elhelyezett szeletekre ízesebb sajtokból szórok egy kicsit. Ezt a sajtösszeállítást elhelyezem az előre melegített sütőben. A sütőt körülbelül 180 fokra állítom. Hogy az ízeket még izgalmasabbá tegyük, egy körülbelül ilyen méretű padlizsánt sütünk. Hogy gyorsabban haladjunk, én a felvétel előtt egyet már megsütöttem. A padlizsánnak körülbelül ilyen állagúnak kell lenni, a héja pergamenszerűen száradjon ki, hogy könnyen meghámozhassuk. A meghámozott padlizsán húsát üvegtálba helyezem. Fontos, hogy ne fémeszközt használjunk, hanem üveggel és fával dolgozzunk. Lehetőleg fakanállal dolgozzunk, vagy szilikonnal, mert a fémtől állítólag megkeseredik a padlizsán. Egy padlizsánhoz körülbelül egy fej hagymát és egy gereszt fokhagymát aprítunk, amit én szintén előre megtettem, hogy gyorsabban haladjunk. Miután ezeket összekevertük, egy padlizsánhoz körülbelül egy deciliter olívaolajat öntünk. Sóval, borssal ízesítem. Egy kis mustárt. Esetleg némi majonészt is keverünk bele. Miután mindezt jól összedolgoztam, a hűtőben pihentetem egy kicsit. Míg a sajtunk sül, elmesélek nektek egy történetet. Sajtüzemben ugyan soha nem dolgoztam, de fiatal koromban fejőmester voltam egy teherészetben, tehát rengeteg tejet fejtem. Egy ilyen nyári munka alkalmában történt a következő. Mivel Szigetvárra gyerekeskedtem, mindannyian ismertük a helyi fagylaltkészítőt, Bajcsi Károlyt. Bajcsi Karcsi kiváló fagylaltot készített, gyermekkorunkban imádtuk. De nem csak fagylaltkészítőnek volt ügyes, hanem üzletembernek is. Rájött arra, hogy a vidéken vásárolt tojás sokkal olcsóbb, mint a bolti, és a kacsatojás még a tyúk tojásnál is olcsóbb, és nagyobb. És mivel a fagylalthoz nem hőkezelte a tojásokat, így a fagylaltja szalmonella fertőzést kapott. És így történt, hogy Szigetváron körülbelül 1500 ember fertőződött meg szalmonellával Bajcsi Karcsi fagylaltjától. Természetesen másnap hajnalban a teherészet öltözőiben is ez volt a téma. Az egyik idős teherész tudárékosan megjegyezte: nem úgy van az, ahogy az újságok írik. Én tudom az igazságot. Nem bacillus meg baktérium fertőzte meg az embereket. A Bajcsi Karcsi szalmavellával keverte a fagylaltot, és előtte nem mosta meg eléggé. Természetesen senki nem tudta meggyőzni, hogy a szalmonella az egy valódi fertőzés. És akkor most nézzük a sült sajtunkat. A megsült sajtot felvágjuk, és padlizsán mártogatóssal tálaljuk. A sajtdarabokat padlizsán krémmel fogyasztjuk. Ez finom lett. Ha tetszett ez az epizód, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, és oszd meg minél több emberrel. Legközelebb vaddisznó pörköltet készítek Gundermódra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!